Csak egy gyors becsekkolás, hogy akkor itt ez működik-e. Kicsit lehet idén. Gyorsan feldobtam. Hány percig tartott ez a smink? Egy. Valóban nem sok. Valóban nem sok. Az enyém még egy gyorsabb volt. Eléggé kipakoltad magad, anyukám. Bocsánat. Nagyon jó, nem jó? Csak azt mondtad, hogy ide kell, hogy támaszkodj. Nem tudom, hogy csak állok, így állok. Nem kell támaszkodni, de jó. Na, sziasztok, YouTube! Kicsit eltűntünk, úgy tűnhetett, mintha eltűntünk volna. Kicsit el is tűntünk innen, csak innen. Kicsit innen tűntünk el, de azért folyton látszunk valahol egy kicsit. Igen, de hát akik a YouTube-on követnek minket, azok azt hihették, hogy kész, kihaltunk. Nál lesz a család. Igen, való igaz, már jöttek a kommentek, hogy hol vagyunk, akkor ez a csatorna működik-e még. Ilyen volt tényleg? Na, de összekaptuk magunkat, tehát most visszatértünk, egy kicsit visszatér az életünk az őszi, mondanám, hogy normál kevékvágásban. Igen, különböző évszak, tehát ez ilyen évszakokra bontható a mi tevékenységünk. De ez egyébként jó, mert nem azon, hogy egész évben ugyanaz a meló, ugyanaz a menet, hanem hogy ebben van azért valami hullámzás. Én speciál nagyon szerencsésnek tartom, vagy szóval ez nekem nagyon jó. Ez izgalmas, változatos mindenképpen. Nagyon nehéz az egész nyarat összefoglalni egy ilyen rövid zanzás blog epizódban, de azért most erre teszünk egy kis érdeket. Azért ezt próbáljuk meg, igen, tele voltunk pesgéssel, zsizsgéssel, új fejlesztésekkel, új ötletekkel, mindent kipróbáltunk, amit csak lehet. Tehát azt hiszem, hogy ez a nyár, ez a kísérletezés időszaka volt. A kísérletezés nyara. Nyara. Kikészül már megint? Na mi? Nem tudok így a térben mozdulni, hogy van? Így. Szóval ez lesz a bárnak az előlapja. Montyókon jöttél? Montyókon. Miért? Ja, berakjuk a bárnak a frontját, gyönyörű. Gyertek, segítsetek. Annyira brutko tudtam. Wow. Jó. Jó, de a valóságban azért nem így történt, hanem. Igen. Srácok, ez nagy pillanat lesz azért. Nézd is, a papa páholyból nézi. Neked a páholyba szól a jegyet. Igen. Elképesztő. Visszafogottan elegáns. Újabb bútor érkezik. Épül a candy shop. Jaj, de jó, megint azt érzem, hogy valami alakul, valami formálódik. Itt a nyár, itt a szezon alakul. Csoki van, Ilia? Igen, jó. Csoki van, és majd telerakom ilyen cukorkákkal. Az első fagylalta. Én lemaradtam a fagyi oktatásról. Hogy ezt le kell szedni, és igazán kell magasztani. Töltsét kivesz, bedug, benyom, zöld gomb, megnyom. Mm-hmm. És csak a csukló mozdulata fontos, onnantól kezdve, onnantól kezdve. Ó, de jó! Milyen szórást készített éle? Ilyet kérek. Köszi! Jó, mi? Igen, mert közben báros oktatás van. Indul a bár. De ez jó, ez a zöld. Páros. Rendezvú. Limonádé duó. Ez egy inspiráció volt, amit a természet adott. Ennyi. Jó. A málnásod behozom, ez ott maradt ki. Ja. Egy újabb szakmát fogunk megtanulni. Micsoda? Egy újabb szakmát fogunk megtanulni. Vagyis. Egy újabb szakmát. Süket vagy? Csak belemáltam az előző. Én nagyon várom azt a folyamatot, amikor az első gintonikomat lekeverem majd a bárba. Nekem a halatom, Uri kedvenc egy gyömbér, ugye? Passion fruit hab kerül, tehát tejre, úgyhogy ezért kicsit kicsit csempészünk bele. Ez az én kedvencem, a cukormentes gyömbér. Jó időlet, na. Megkönnyi. Hab jó.
A hab nagyon jó eddig. Hú, de jó. Ez egy nagyon pici csípő. Mit csinálod? Vedd, hogy örülsz. Ja, hogy vegyem, hogy örülök. Ez inkább egy ilyen csajosító, nyilván. Most mondtam éppen, és én sem. És a rózsát meg lehet enni? Nagyon finom. Ez mi? Azt a 7 meg a 8-et. Van 5 alapkoktél, és van 5 signature koktél, amit kifejezetten nekem a Balaton, az a ti kedvetekért alkotottam. Mi? Ez mi a kezed, Dapa? Long Island. Long Island. Egy kis sziget, ez itt a nyugalom sziget. A nyugalom szigete, a csücsök, valóban. Ez a bárpult, ez viszont annyira jó. Ezt ma este ezt le fogjuk festeni. Természetesen mielőtt felszállunk a repülőre, még gyorsan a kisboltot kifesti, hát ez teljesen normális. Csak csinálj nyugodtan, én addig nyomtatok pár címkét. Hoppá! Na, jöttek soha. Sörékeny. Ez az, amire régóta várunk. Igen, azt gondoltam, hogy mi akkor leszünk egy ilyen hely, ha lesz egy ilyen nagy neon felirat a falon, ami a, hogy nekem a Balaton. Ez hatalmas. Óriási. Köszönjük, hogy miket választottál. Lehet távirányítani, meg a fényerőben a szilló, majd ezt kell bele tartani rajta majd. Szenzációs. Na nézzük. Na, ez világ. Hát nagyon köszönöm. Rengeteg koncert volt a nyáron. Óriási bulik. Tulajdonképpen ezt már ott mindig ezeken a koncert eseményeken, vagy ezeken a koncerteken fogalmazzuk meg magunknak, hogy mi miért is csináljuk ezt az egészet, és tulajdonképpen mi ezért csináljuk, hogy ezeken az eseményeken ott lehessünk, és kicsit mi is szórakozhassunk, és ez megtörtént szerintem minden alkalommal. Abszolút. Nem csak koncert volt, hanem... Stand-up estek is voltak. Csináltunk mozi esteket, ez volt a hétfő esti program, mindig volt valami jó kis vetítés. Köszöntünk benneteket szeretettel a Nekem a Balaton első hivatalos nyáresti programját. Indul a mozizás, jó szórakozást! Elindult a szia életem itt a Nekem a Balatonban, de van egy szöcske, mamász. És mi lesz, apa? Nem merek oda menni is. Érkezik Radics Gigi! Lehet, hogy az történt meg, az a kíróság, hogy a
Megjött félmeszerre, hogy tényleg kedvetlen figura. Vagyom lesz gyerekek? Mondottam, elhozzam magam, mert tegyük hangulatban. Meglepődtem. Én asszisztáltam az első lépéseimnél, amikor a Viktor feltűnik, hogy Maxi-Gatikbe jött a kis pazattás övébe, olyan öve volt. Nagyon jó, én mindenre emlékszem, mert én is ott voltam. Figyelj az autó a sofőr reakcióit, és hogyha fáradt, akkor szólj neki, hogy ideje megállnod pihenni. Mondom, én ezt el sem tudnám indítani. Én is csináltam a Tesco-ba, hogyha nem találtam a ketchupot, csak valakinek a kosarába. Hát ő ugye tudja, hogy hol van a ketchup, nekem meg nem kell tovább keresni. Mióta van ez az óriás áremelkedés, azóta ugyanazt csinálom, csak a parkolóban. Szerinted, hogy a jó Isten mellett Tóth Imre élő dalt írni? Nem lehet más, hogy figyelj, egy órákig gondolkoztam rajta. Szállt be magad után az aj, Tóth Imre. Ha tűz van, keresél, porol, Tóth Imre. Szia, nagyon örülök, hogy itt vagy. Sokszor bent vagyok, meg célom is, hogy bent legyek, meg látom, hogy tulajdonképpen sokan szeretik, meg keresnek, meg azt értékelik, ezt nyilván ti is tudjátok, de alapvetően azok az emberek is csodálatosak, akik ott dolgoznak, és nélkülük én abszolút nem tudnék például itt se lenni, meg egy csomó helyen nem tudnék lenni. Szabadosságira hadd kérek egy nagyon-nagyon nagy tapsot. Vendégem egy csaj, akivel sokkal régebb óta ismerjük egymást, mint hogy én a cipőit elkezdtem volna hordani. Ő Vágó Réka! Foglalj helyet, légy szíves itt nálunk! Nem feltétlenül inspirál minden, hanem hogy éppen a szűrőmön mi megy át, éppen miben vagyok, hogy mit tervezek, hogy a szűrőm hogy van beállítva. Tehetségkutatót is indítottunk a Nekem a Balatonban, mert hogy hát ott volt a színpad. Neked. Nagyon, neked a színpad. Neked a színpad, tényleg ez volt a neve. És nagyon színes kis kavalkád jött össze ott is. Megszületett a végeredmény, ti szavaztatok. Glashl Dominik, egy fantasztikus tűzsonglőr nyerte meg ezt a versenyt. Parkour technikus.
Mi vagyunk a Manahiti tánccsapat. Csak megkérdezi Szent Péter, hogy a kenyérid még nincs kitalálva. Erre az asszony hozott egy olyan kenyeret, ami olyan száraz volt, mert fekete, mint a föld. A színpad tehetségkutató 2023-as győztese. Egy nagy remélem, hogy aki velünk volt nyáron, és sokat találkoztunk, vagy ott volt a különböző programjainkon, az is most így nosztalgiával nézi, hogy mik történtek. Aki meg esetleg kimaradt belőle, az kedvet kap mondjuk, hogy akár ősszel-télen, amire azért nem akarunk leállni így erre a csendesebb időszakra sem, teljesen, vagy majd jövő nyáron becsatlakozik egy kicsit a nekem a Balaton életébe. Ez egy közel 200 kilós mobil pizza kemence. Elkezdjük befűteni. Zoli, készen állsz? Mint az állatnak, hogy ültsük be. Isteni feltétek, lobogó tűz, 500 fok. Ez már brutál. Na nézzük. Ez mikor készült ez a tészta? Mikor kezdtél el erre a mai napra gyúrni? Egy részét este, egy részét pedig reggel csináltam. Úristen, de gyönyörű. Jézus Mária, Atya Úristen. Egy nutellás pizza rendel. Aztán, ez jó, mi? Jó étvágyat. Na lesz. Még lehet, hogy nem jó. Persze, van esélyre. Után. Elképesztő. Na,
napi vlogban jönnek majd a Lánázsia négy részei. Még nem készültek el az epizódok, úgyhogy... De egy része én... már készen van, most ne parasztas. Már vágyom arra az időszakra vissza, amikor még az első, de éjjel vártunk. Most már szinte romantikusan gondolok erre vissza, akkor nagyon könnyen ebben a helyzetben találtad magad, de felpörgünk, indul a fjordos vlog. Apropó, annak még nevet sem adtunk.